Mindennapi boldogtalanságaink címmel a Dériné Kulturális Központban a Rákbetegek Országos Szervezete karcagi csoportja meghívására még a korlátozások bejelentése előtt dr. Zaher Gábor főorvos tartott előadást az érdeklődőknek, ami napjainkban még aktuálisabb. Váci Attiláné, a Mindig van remény daganatos betegekért alapítvány elnöke szerint nagyon fontos lenne, hogy a társadalom elfogadóbban, tudatosabban viszonyulna az elmúláshoz, a daganatos betegekhez. Az alapvető feladatunk az, hogy egymást segítsük, a daganatos betegeknek egy élhető közösséget biztosítsunk, a gyógyítás nem a mi feladatunk, és azoknak a sorstársaknak, akik most járják ezt az utat, egy olyan példát tudjunk mondani, mutatni, meg mondani, hogy itt lehet lenni, ki lehet ebből jönni. Ez még nem halálos ítélet. Hát a csoportos beszélgetések, pláne az újaknál, ugye úgy kezdődik, hogy először ha én vagyok a hallgatóság, tehát az úrna jön, és rájön arra, hogy sorstársaim között vagyok, hasonló szőrűek idézőjelbe téve, akik itt vannak, tehát nem tabu téma, amiről én beszélek, amit megéltem, ők is megélték. Ez egy csodálatos dolog azért. Dr. Zaher Gábor főorvos kiemelte, biztosan nem leszünk boldogok, ha önmagunkkal nem vagyunk tisztában. Hiszen ha nem ismerjük önmagunkat, a problémáinkat sem tudjuk sem felismerni, sem megoldani. Ugye a boldogságaink egy idő után boldogtalanságot is okozhatnak, és itt egy nagyon egyszerű dologra tessenek gondolni, a szerelemre és a csalódásra. No, nem erről lesz szó, mert ehhez én nem értek, megmondom őszintén, hanem az, hogy mondjuk egy nagyon kellemes jó érzésből, hogyan lesz tulajdonképpen függőség. És ezen szeretnék én valójában itt végigmenni, és persze nem a boldogság millétéről filozofálni, mert ahhoz megmondom őszintén nem értek. Hát itt nagyon-nagyon másképpen közelíti meg ezt az egyház, másképpen közelíti meg egy filozófus, másképpen közelíti meg egy gazdasági szakember, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy ez nem. Hőszerelmes. Hát persze meg egy hőszerelmes is, de ez abszolút nem az én feladatom, sokkal inkább egy tükröt szeretnék saját magunk elé tárni, egy olyan tükröt, amelyben saját magunkat látjuk. És ez gáz, mert a tükör a valóságot fogja valójában mutatni. A tükörben nem szeretünk belenézni, mert az a valóságot mutatja, de tök jó lenne, hogyha az emberek figyelmét föl lehetne hívni, hogy időnként üljenek le, és nézzenek tükörbe. Na most persze itt nem kell feltétlenül szó szerint egy tükörre gondolni, hanem üljünk le, mondjuk jön haza az ember munkából, mondjuk sétálgat, főleg ilyen szép jó időben, hál' Istennek nem találkozik ismerőssel, akivel jó pofán beszélgetni lehet, akkor bizony-bizony egy kicsit el tud gondolkodni, hol tartok, hova jutottam, mit értem el, mint szeretnék változtatni, mert tudunk, nagyon-nagyon sok mindenen tudunk és tudnánk is változtatni, ha akarunk. És a másik, amit ön is mondott, ugye a külső, a drive, a vezető, aki közel áll hozzánk, ismer bennünket, és beszól. És ugye ez megint egy tök jó magyar szó, ez a beszólás, ugye, mert ez egy negatívan értelmezett szó, pedig a beszólni lehet pozitívan is jelen esetben, de mi baromira nem szeretjük, hogy valaki beszól nekünk, sőt, ilyenkor általában mindig vissza szoktunk szólni. Szóval azt gondolom, hogy lehetne és kellene is tulajdonképpen mit változtatni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szülői mintaadás döntő lehet sok függőség megelőzésében, hiszen a tiltás nem biztos, hogy működik a serdülőknél, fiataloknál, ha otthon épp más példát lát. Jó tudni, hogy a rengeteg függőség fenyeget a hétköznapjainkban. Mobiltelefon, számítógép, közösségi média, nikotin, amely a szakember szerint az egyik legintenzívebb függőségnek számít. Étel, koffein, gyógyszer, munka. Utóbbiból is alakulhat ki függőség. Ez azt gondolom, hogy ki a saját önvizsgálata alapján kell, hogy ezt tulajdonképpen eldöntse. Szóval nincsen egy univerzális dolog, hogy én azt mondom, hogy A, meg B, meg C, és akkor az ember végigmegy A, B, C, akkor jó van, oké, ezzel már tudtam változtatni, hajrá, akkor ez már működőképes, nem, ez nem így működik. Ez alapvetően tényleg úgy működik, hogy ismerem a saját magamat. Mert azzal kell először tisztában lenni. Persze másokról sokkal könnyebben gyakorlunk kritikát, másoknak sokkal könnyebben beszólunk, de saját magunkkal szemben nem nagyon szeretünk. És persze világos itt a meghívás, ugye a Rákbetegek Egyesületét van, ami tényleg egy komoly probléma ma Magyarországon. Komoly probléma részben azért, mert ugye daganatos betegségek szempontjából Európa élvonalába tartunk, daganatos halálozás szempontjából Európában az elsők vagyunk, de igazándiból azt gondolom, ez saját magunkon is sok múlik ezen az egész történeten, a saját magunk által okozott ártalmaknak, és itt most nem csak rögtön arra kell gondolni, hogy akkor dohányzom, meg alkoholt fogyasztom, hiszen például egy tavalyi vizsgálat alapján az elhízott embereknél, férfiaknál 33, nőknél 22%-kal nő a daganatos betegségek
kialakulása, amiről eddig nem volt szó, mert persze környezeti ártalom, amit előbb mondtam, dohányzás, alkohol, úgy étkezünk, nem figyelünk oda magunkra, stb. Ez azt gondolom, hogy ismert történet. De az, hogy az elhízás és a daganatos betegségek kapcsolata, ez egy teljesen új történet volt. Hát erről is lesz szó azért egy picit. Zaher Gábor felhívta a figyelmet, a függőségen túl lehet jutni, meg lehet tőlük szabadulni, de ehhez előbb fel kell ismerni, és akarni kell orvosolni függőségeinket, hiszen ezen is múlik boldogságunk vagy boldogtalanságunk.